Na sziasztok, itt vagyunk ismét a Rex to Riches nevű sorozat következő részébe. És most azt nézem meg, hogy mennyire kell trágyázni, de igazából nem nagyon kell a kerttel foglalkozni. Ugye megvan már egy pici házikunk, nem nagy, egy picike. És az jutott eszembe, hogy ha már megvan, ugye, akkor itt el tudok helyezni egy ágyat. Tehát, igen, közben lábdé nap van, persze. És már nézzétek, ott van egy kis, van egy pici lábdéjes. Jaj, de jó. Na, szóval, apa, ez marad, ezt eladom. És ide tudok venni egy ilyen kisebb ágyat, remélhetőleg. Fú. Ezek ilyen drágák? Na, várjatok. Na, azért. Hát, egy egyszerű alvóhely. Jó. Nem sok, de valami, és gondoltam, hogy nézek valami nagyon olcsó lámpát. Ugye ablak az van, de nem csak ez, ezek se lehet már. Jó, viszont ezt be tudom ide vinni. Ide. Tehát ide, pont ide befér. Ugye? Jó. És enni is tudnánk itt bent. Jó. És még azt akartam megnézni, hogy tettem-e nekit, nem tettem tetőt. Majd gondoltam. Jó, ha jól emlékszem, akkor ez nem kerül pénzbe. Milyen legyen? A rózsaszín, ez nem jó. Ez jó lesz. És a tető színe pedig legyen egy ilyen sima, egyszerű téglás. Jó, még azt megnézem, hogy tudok-e. Bocsi, nem akartalak ezzel benneteket untatni az elején, de... Megnézem, hogy ez kettő, kettő, négy... Aha, ez már öt. Hát akkor... de csúnya. Ez is kettő. Hát nem a legszebb. Ez egy. Gyere vissza. Ez egy. Ez csak 12. Jó, és akkor nézzünk egy hozzávaló. Nem. Nem igazán. Hát ez aranyos. Jó, akkor most már az első házikó is megvan. Még mindjárt belülről megnézem, hogy tudok-e tenni neki. Ez egy. Egy kék. Ó, sikerült. Hét. És az is sikerült. Szuper. Nagyon jó, van egy ágy. Jó, és akkor most már azzal kell foglalkozni, hogy ezt ki tudjuk bővíteni. Ez hogy áll? Ez rendben van. Ó, nagyon jó. Akkor, ja igen, még egy kinti szemetes kukát kell vegyek, de szerintem azt nem fogjuk most tudni ebből. Meg egy vécé se álltana. Ugye megnézem, egy vécé mennyibe kerül. Egy
Ez a vécé 199, 250. Jó. És mi volt még? Egy szemetes, egy kinti szemetes. Egy kinti szemetes, az alap a 150, akkor legalább 300 azat kell összegyűjtsünk. Jó, hát először megnézem a gyűjthető dolgokat, mert szerintem azzal gyorsabban tudunk, mint a horgászattal, és akkor utána még lehet horgászattal is. Nagyon jó, már van is itt gyűjthető dolog. Itt is van valami. Ugye neki nem lehet állása, mindent a kertészkedésből, a gyűjtögetésből, a zenélésből, festészetből kell előteremtsen. Nem is voltam még, szerintem még itt is vannak. Jó. És akkor szerintem utána jöhet is horgászni. Lassan meglesz a kinti szemetesre a pénz. Jó, mindjárt meg is nézem. Elmegyünk a házhoz, és akkor egy mosdó kell, és egy kinti szemetes, de a mosdót csak akkor tudjuk betenni, hogyha megnövesszük a házat. Jó, ha gondoltam, ha már itt vagyunk, akkor egy utat is csinálhatnánk, valami jó kis. Vettem le egyedi tartalmakat, és gondoltam, hogy nem ártana, mondjuk ez tetszik nekem. Ne, túl sötét, nem jó. A ház körül még nem fogom, mert a ház körül még nem tudom, hogy mennyire fog a ház megnőni. Hát igen, mondtam, a horgászattal azzal kettes szintet értünk el, de akkor is van nagyon nehezen megy a horgászat. Viszont van egy kis pénze. És azt gondoltam, hogy jöhetne ide. Gyere először is. Alkudj el, hát hogyha nem kerül olyan sokba, sikerül alkudnia. Na, szerintem sikerült. Igen. Jó, akkor egy ilyet. De rendes, köszi. Beszélgethetnél is vele.
gonna grow out of her. Krez Bromborb. Kuz Kobe Roach Scheibel. Doba. Mindegy, ásd ki ezt. És utána szerintem jobb, hogyha hazajössz egy kicsit. Na, megint citromot találtunk. Nem. Egy fosszíliát. Na, ez szuper, ez 50. Nagyon jó. És az első bent alvása. És úgy alszik, mint a bunda. Na de majd mindjárt, ha ezt eladjuk, ezt a sok mindent. Ezeket eladjuk. És lesz sok-sok pénze. Hoppá, itt... Újja le. Hát van mint ezen dolgozni már megint. Ennyit szedett? Mert nem tudja úgy leszületen, hogy mindet eladja. Mindet elad, de. Akarok egy olyan fotót, ahol egy kicsit errefele majd néz. Ó, egész jó termel. Hát lehet, hogy nem látom majd egy kertészt. Alkalmazzunk, ha ez így fog menni. Van virág, ilyet tudunk venni, és akkor kötünk virágot, de inkább, hát most én azt mondom, arra adjunk a rajzolásnál, és ezt megpróbálom egy kicsit nagyítani, hát lehet, hogy mégis nem tudom, hogy mennyire. Vissza. Nem így akartam, hanem... Egy vécét akarnék ide betenni. Mondjuk ezt el is adhatnánk. Jó, és akkor ide tudod... Ne már... 2,50. Oké.
52-50. Levele még nem jött, akkor még össze kell gyűjtsünk valamennyit. Itt van, már van is. Látom, jó helyre jöttünk. Hát igen, szomorú, mert szörnyű volt, de hát nem baj. Sok utána még tusolni se ártana. Fú, nagyon koszos lesz. Itt nem kell kinyitogassuk, ez nem olyan, mint a Super Simnél, hogy össze kell gyűjteni. Jó, és akkor mindjárt egy mosdót mindjárt csinálunk, mert most már lehet. Még hagyunk pénzt festeni. De legalább nem kint kell majd. Hát majd valakivel beszélgetni kellene. Ó, kinyíltak a... Hú, mennyi minden van itt. Hú, lehet fejleszgetni őket. Lesz ilyen növényhez, az is jó. Azt nézem, hogy hol csillog, mert... Vessen egy kisméretű klasszikust. Na jó. Hát most evett. Jó, menjünk el a hamburgerbárba. Na. Na akkor itt vagyunk a hamburgerbárba. És ő vele? Igen. Jaj, most mi randira jöttünk? Nem ő volt az, aki árulta nekünk a... De hol vagyunk amúgy? Ez nem is ilyen hamburgerbár, szerintem... Vagy hamburgerbár, de ez minden burba van szerintem. Nem igazán akarok most bent enni, megmondom őszintén, mert... Mert nem akarom a pénzét elszórni. Ó, de szépek itt a fák. Ó, ez gyönyörű. Hát itt tud festeni, de hát ezt otthon is tud festeni. Végül is inkább csak beszélgetni.
Nézze meg, pillantsa meg első celebét. Britán és Csú... De mit csinál ez a... Randi. Hát egy kamera. Elisa palacsinta. Kicsoda? Britanni Csú, ő. Catherine Caliente. Kérin egy. Mondjuk nem ártana itt ismerkedni emberekkel. Csak sajnos most már a gépem kezdi feladni, mert elég régóta játszom. Na most te kérjél. És add, add. És ez mennyit ér nekünk egyébként? Tányt nem lehet eladni vagy törölni. Hát vannak itt sztárok, meg lehet ismerkedni. Na gyere, akkor te kicsit te is éljelezed. Adsz autogramot? Ha már eljöttünk, ide legyen valami haszna. Jó, akkor itt teljesen beakadt, úgy látom, hogy a... Oh, kapunk egy autogramot. Jó, mindegy, ezt a részt itt hagyom abba. Köszönöm szépen, megnéztetek. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Ha tetszik a csatornám, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!